Az orosz hadviselés része az energiahordozókkal és az élelmiszerrel való zsarolás. Erről beszélt egy interjúban Emmanuel Macron francia elnök, aki szerint országának fel kell készülnie rá, hogy nem kap több orosz földgázt. A franciák ugyanakkor kevésbé függnek az orosz gáztól, mint kelet-európa, ahol a gázcsap elzárása nagyobb károkat okozna. A hét eleje óta nem érkezik orosz gáz Németországba az északi áramlat egy vezetéken. A szállítást egy tíznapos karbantartásra hivatkozva állították le, de már júniusban korlátozták. Mindezt arra hivatkozva, hogy a szankciók miatt Kanadában rekedt a vezeték egyik turbinája. A turbina visszaküldése Németországnak nehéz döntés volt, de látható, hogy Oroszország fegyverként használja az energiahordozóit, hogy megossza a szövetségeseket mondta a kanadai miniszterelnök. A Bastille Ostromának évfordulóján a franciának azt mondta, fel kell készülni arra, hogy országon nem kap több orosz gázt. Bár az orosz import a francia gázfogyasztásnak csak 17%-át teszi ki, az áramtermelésben szükség van rá, mert karbantartás miatt több atomreaktor átmenetileg nem üzemel. Csökkentenünk kell az energiafogyasztást, hogy átvészeljük a telet, mert támogatnunk kell majd más európaiakat. Mindezt úgy, hogy elkerüljük a teljes szolgáltatás megvonást és megakadályozzuk a gazdaság leállását, mondta Macron. Nagyobb a függősége az orosz gáztól közép- és kelet-európának. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő Csehország miniszterelnöke azt mondta, az oroszok elleni hetedik szankciós csomagban nem lesz gázembargó. Csehország fogyasztásának 97%-át Oroszország fedezi. Én sem örülök neki, de attól még ez a valóság. Mindent megteszünk az orosz gázfüggőség csökkentése érdekében, de erre nem idén télen fog sor kerülni, mondta a cseh kormány fő. Az EU gázt venne Izraeltől is, amely amerikai közvetítéssel tárgyal a Libanonnal a partjaiknál lévő készletek tulajdonjogáról. A Hezbollah drónokat küldött egy fúrótoronyhoz, de Izrael ezeket lelőtte. A terrorszervezet azzal fenyeget, hogyha Libanon nem végezhet kitermelést, más sem végezhet majd biztonságban ilyen munkát.